estét kívánok! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt Mezőtúron az első korcsirapálya megnyitásán. Felkérem Herceg Zsolt polgármester urat, hogy néhány szóval adja át a pályát a lakosságnak. Köszönöm szépen, jó estét kívánok én is mindenkinek, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát először is meg szeretném köszönni Emikének, az intézményellátó Kft. Vezetőjének azt az ötletet, amivel jóval két hónapja, vagy többi két hónappal ezelőtt megkeresett és tájékoztatott arról, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy ezt a pályát ide tudjuk hozni Mezőtúra. Rögtön azt mondtam neki, hogy nézzük meg annak a lehetőségét, hogy ez megvalósuljon, és hát ez az ötlet most itt látható mögöttem, hogy megvalósult. Én szeretnék köszönetet mondani ügyvezető asszonyon kívül az intézményellátó Kft. Dolgozóinak, az Ipari Park Kft. Részéről, hogy itt a Városi Oktatási Centrumban ez a pálya helyet kapott, és hát köszönöm azt is, hogy ilyen szépen berendeztétek, mert hát olyan otthonos, jó itt lenni, és én is ki fogom próbálni a pályát. Sajnos nem tudok korcsolyázni, de remélem, hogy majd megtanulok. Tisztelt hölgyeim és uraim! Egy nagyon nagy dologról van szó, hiszen önkormányzatunk célja az egész évben, hogy az itt élőket közösségé formáljuk, és én úgy gondolom, hogy ez a pálya is hozzájárul majd ahhoz, hogy ez így legyen. A Korcsolya pályán kívül még szeretnénk azt is, hogy egy olyan karácsonyi vásár legyen itt majd a pálya mellett, ahol értékeket tudnak vásárolni, kézműves termékeket és más egyéb olyan árucikkeket, amely a városunkra, a térségünkre jellemző. A jó hangulatról is igyekezett gondoskodni a Kft., hiszen a felnőttek kaphatnak forralbort, és természetesen a fiatalok, a 18 év alattiak sem lettek elfelejtve, hiszen forró teát is lehet kapni, úgyhogy ha valaki fázik, akkor a mozgáson túl az italokkal is tudja melegíteni magát. Én mindenkinek azt kívánom, hogy szerezzen szép élményeket ezen a pályán, ezen a helyszínen, és hogyha ha sikeres lesz, én megígérem önöknek, hogy a következő esztendőben is fogunk idehozni ilyen attrakciót városunkba, hiszen még egyszer mondom, nagyon fontos az, hogy ilyen értékes programokat megszervezve az itt lakókat összehozzuk lehetőleg minél többször. Mindenkinek nagyon jó szórakozást, jó sportélményeket kívánok a pályához. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Első alkalommal várja a műjégpálya a korcsolyázni vágyókat itt Mezőtúron. A mai napon lesz a megnyitó. Mit tudhatunk ezzel kapcsolatosan? Ami nagyon fontos, hogy sikerült egy ilyen pályát idehozni Mezőtúrra. Én nagyon örülök ennek, hiszen évek óta a korcsolyázni vágyók el kellett, hogy utazzanak vidékre, vagy Szolnokra, vagy az elmúlt év folyamán Szarvason volt egy műjégpálya. Én nagyon örülök, hogy sikerült ezt tető alá hoznunk, és ezúton is köszönetet szeretnék mondani az intézményellátó Kft. Ügyvezetőjének, Papné Juhász Emiliának, aki megkeresett ezzel az ötlettel több mint két hónappal ezelőtt, és elmondta, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy egy ilyen kisebb pályát, mert ennél létezik nagyobb is, egy ilyen kis pályát még el tudnánk hozni Mezőtúrra, tekintettel arra, hogy a nagyok már elfogytak, tehát azok már kilettek adva bérbe a tél folyamára, és hát arról is tájékoztatott, hogy ennek a költsége valamivel több mint 1 millió forint egy hónapra, és ugye ma 28-a van, január 4-éig lesz itt a pálya Mezőtúron, és én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan lehetőség, hogy az emberek itt találkozzanak, a közösséget alakítsuk, formáljuk, a baráti társaságok, a fiatalok, az idősebb korosztály is itt találkozzanak, jó hangulatú délutánt vagy egy estét tudjanak eltölteni. Tervezünk a jégpálya mellé még egy kézműves karácsonyi vásárt is. A Kft. Sok egyéni vállalkozót, kézművest megkeresett azzal a szándékkal, hogy jöjjenek ide és árulják a portékáikat, hiszen reméljük azt, hogy ha sok ember ide jön, akkor vásárolnak is majd tőlük. És hát az intézményellátó Kft. Is a jó hangulatról
minél jobban igyekszik gondoskodni. Ezt a sátrat is, amit itt mellettem láthatunk, ezt is most vásárolta meg a KFT. Forralt bor, a fiatalabbaknak alkoholmentes tea lesz például kapható. Tehát én úgy gondolom, hogy minden adott lesz ahhoz, hogy az emberek itt jól érezzék magukat, és kellemesen, hasznosan töltsék el az idejüket, és még tudnak sportolni is, hiszen lehet korcsolyázni. Ez a korcsolyázási lehetőség az adventi időszak része. Hogyan készül Mezőtúr városa az adventre? Az adventi események már 4 éve ugye nagyon kiemelt fontossággal bírnak a településen. Minden advent vasárnap lesz valamilyen program, kulturális program. Ugye az adventi koszorún sorban ugye minden vasárnap meggyújtunk egy-egy gyertyát, és így érkezünk majd el a karácsonyhoz. Az első advent az most vasárnap 30-án lesz a Városházán. Ez mindig kulturális eseménnyel is egybe van kötve. Az első vasárnap estén a Vivace kamarakórus szórakoztatja majd a vendégeket. Én ezen alkalommal is invitálok mindenkit, hogy jöjjön el ezekre a rendezvényeinkre, hiszen nagyon fontos az, hogy ott is minél többen együtt legyünk, és így együtt meghitt hangulatban várjuk a karácsonyt. Első alkalommal lehet műjégpályán korcsolyázni itt Mezőtúron. Honnan jött ennek az ötlete? Egy ragyogó napon összeültünk a szabadidő központos kollégákkal, és beszélgettünk, hogy mi a szokás itt Mezőtúron karácsony környékén, és elmondták, hogy adventi gyertyagyújtások vannak, van egy icipici adventi vásár, és ahogy beszélgettünk, kipattant az ötlet a fejünkből, hogy jaj, de jó lenne Mezőtúron egy korcsolyapálya. Aztán minden kapcsolatunkat latba vetve sikerült egy ilyen icipici korcsolyapályát Mezőtúra is lehozni. Milyen típusú pályáról van szó? Ez egy nagy keménységű műanyag pálya, amikor ilyen csapadékos időjárás van, akkor glicerinnel kell síkosítani, és Summer Ice a vállalkozó neve, aki nekünk ezt rendelkezésünkre bocsájtotta. Meddig várják az érdeklődőket, a korcsolyázni vágyókat itt Mezőtúron? Mezőtúron január 3-án lesz itt a pálya, minden nap szeretettel várjuk az érdeklődőket. És ön is kipróbálta ezt a korcsolyapályát, hogyan tetszett önnek, és hogy csúszik a pálya? Hú, nekem nagyon tetszett, azért próbáltam ki, egy az, hogy ne lássák, hogyha nem megy a dolog, meg most még nem síkos nagyon a pálya, mivel ez egy teljesen új lapok, amiket most leraktak, úgyhogy kell egy hét, amikor azt mondták, hogy annyira felkarcolódik, mint egy normál pálya úgy fog csúszni, úgyhogy nagyon várjuk a kezdőket is, mert most vagy soha. Programokkal is várják majd az érdeklődőket, valamint adventi vásár és forralt bor is kapható itt. Igen, forralt borral, gyerekpuncsal várjuk az érdeklődőket. Vannak kézművesek is, akik kirakodnak. A Mikulás is a jégen várja majd a gyerekeket, és majd látjuk, nagyon szeretnénk minél több színes programot idehozni.